Szükséges, de nem a legfontosabb teendő, hogy a város felújítsa a Gotthárd kastélyt, fogalmazott Balassa Péter az 1,8 milliárd forintos beruházással kapcsolatban. A Jobbik politikusa szerint betonba önti a pénzt az önkormányzat, amivel elsősorban a kivitelezők járnak jól. Felesleges és elhibázott politikai döntésnek nevezte az új közszolgáltatási telephely kialakításáról született határozatot is, miszerint a Sárdi-éri ipari parkba költözik a Szova ZRT. A város az erre érkezett központi forrást adta most át az érintett cégnek. Beszélt még a reklámplakátokról szóló új rendeletről, amelynek értelmében közterület használati díjat kell ezek után fizetni. A képviselő elmondta, hogy törvényességi vizsgálatot kezdeményez ez ügyben. Szólt még azokról a javaslatokról, amelyeket előterjesztett, ám a testület leszavazott, így egyebek mellett a ceglédi ügy károsultjait segítő alap meghiúsult tervéről. A javaslat, miszerint Balassa Péter képviselői keretét felhasználva kifizetne néhány kárvallottat, csak politikai haszonszerzésre jó, így vélekedett a Fidesz frakció vezetője, aki hozzátette, az országgyűlés már foglalkozik a kérdéssel. Lendvai Ferenc a fejlesztési döntésekről szólva kifejtette, hogy a források címkézetten érkeznek Szombathelyre a Modern Városok program keretében, a közszolgáltatói telephely kiköltöztetése is így történhet meg. Ezzel a belvárosi telephelyek értékesíthetővé válnak, ami régi gondokat old meg, fogalmazott. Szintén így valósulhat meg a jövőben a Puskás-Tivadar utca északi rákötése az elkerülő útra, vagy éppen a Sági út meghosszabbítása. Felújítják a vásárcsarnokot is, a munka húsvét után kezdődhet meg. A lassú ütemezést azzal indokolta, hogy a szakaszos bezárással a folyamatos működést biztosítják. Felelős döntésnek nevezte a fideszes politikus a városháza felújításától való visszalépést. Az e célra kapott 600 millió forint helyett 1,2 milliárd forintba kerülne a beruházás, ezért a város inkább lemond erről az összegről. A városháza fejlesztésének megtervezésére elköltött 40 millió forintot sajnálják többen, köztük a baloldali frakciót képviselő Kopcsándi József is. A város meggondolatlanul szórja a pénzt, miközben fontosabb dolgokra alig jut, jegyezte meg. Kritizálta a kastély felújítást, aminek még nem látják az üzemeltetési kiadásait. Szuhai Viktor azt tette szóvá, hogy amíg más városok a lakosság számára hasznosabb célokra, például útfelújításokra tudtak forrást kérni, addig Szombathely nem jól használja fel az ide érkező pénzeket. Felháborítónak tartja a plakátok megadóztatását, úgy látja, ezzel nem csak a reklámokkal foglalkozó vállalkozások, hanem a falfelületüket bérbeadó társasházak is rosszul járnak. Molnár Miklós alpolgármester először a költségvetés módosításáról tájékoztatott. Elmondta, hogy csak kismértékű korrigálásra volt szükség, és pluszbevételek nélkül is tartható volt a nullás egyenleg. Beszélt az új sportkomplexumban megtartott tesztmeccs szervezése körül tapasztalt problémákról. Sérelmezte, hogy mint tulajdonosok sem meghívott, sem információt nem kaptak előzetesen a közgyűlés napjára időzített rendezvényről. Ismertette a hulladékgazdálkodásról szóló határozatot, mely szerint nagy előrelépés történt a viszonyok rendezésében. A Proszavária képviselője megemlítette a stílruhagyárral kapcsolatban a zárt ülésen meghozott döntést. Mint fogalmazott, az önkormányzat mind a hitelezői, mind pedig a tulajdonosi jogviszonyát maximálisan figyelembe véve határozott arról, hogy megvásárol egyes jelzáloggal terhelt ingatlanokat a cégtől, amelyen rendezhető a város felé élő tartozás. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ehhez még további szervezetek döntése is szükséges.